Darabos Géza építészmérnök, az Alaegerszegi vívóegylet vezetője. Darabos Géza vívás iránti elkötelezett szeretete, valamint a sportágat támogató szándéka még vívószülőként alakult ki. Vince fia 10 évig vívott az Egyesületben, és közel 100 versenyen vett részt az ÉVE színeiben. 9 éves Flóra lánya 2 éve az Alaegerszegi vívóegylet igazolt sportolója. Darabos Géza folyamatosan vált az Alaegerszegi vívás egyik elhivatott képviselőjévé. Először elnökségi tagként, majd 2014-től a vívóegylet elnökeként fáradozik a sportág népszerűsítésén. A klub a fiatalok testi, lelki fejlesztését, sportolásra, mozgásra ösztönzését tűzte ki célul. A szervezet élén sokat tett a megfelelő infrastrukturális körülmények kialakításáért, többek között a modern, minden igényt kielégítő vívóterem létrejöttéért. Építészként, tervezőként az egylet múltjához, hagyományaihoz méltó létesítményt igyekezett megálmodni. Az immár több mint 50 éves zalaegerszegi vívás számos kiemelkedő sikert mondhat magáénak, az utóbbi időben több rangos versenyt, országos és nemzetközi edzőtábort, jubileumi rendezvényt szerveztek. Az élsport mellett az utánpótlás nevelés, a tömegsport, az iskolai foglalkozások is a mindennapok feladatai közé tartoznak. További céljaik között szerepel a felnőtt vívás és a kerekes vívás népszerűsítése is. A jelenlegi pandémiás helyzet számos új kihívás elé állította az Alaegerszegi vívóegylet vezetőit, az edzőket, a sportolókat egyaránt. Az elnökség kiemelten fontosnak tartja a szokatlan élethelyzet megfelelő módon történő kezelését, egymás támogatását ezekben a nehéz időkben. A sportklub olyan családias, összetartó közösséggé nőtte ki magát az elmúlt időszakban, melynek értékét nem csak a kimagasló eredmények, dobogós helyezések adják, hanem a kitűzött célok, az emberi karakterek, az erő és a lendület. Mindebben Darabos Géza szerepe vitathatatlan.